Babos Tíme a tehát párban a Cseh Lavacskovával már négy között a szingapúri vétél a teniszvilágbajnokságon. A duónak erős ősze van, miközben a férfiaknál hogy Márta a világranglistán betört a legjobb százba. Az élen pedig folytatódik a Nadal Federer rivalizálás Balázs György edzővel, szakértünk az aktualitásokról. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szia! Gyuri, kezdjük a hölgyekkel. Mi az igazi oka Babos Tíme a mostani tündeklésének, hogyan látod, mondhatni benfentesként? Azt gondolom, Timi azért tudott ja, az elmúlt 4-5 hétben ilyen jól előre menni egyéniben is és párosban is folyamatosan jó eredményeket csinálni, mert korábbi hetekben Lavacskovával még nem szokott talán annyira össze, mert különböző párospartnerei voltak, és talán most tényleg az elmúlt másfél hónap az, amire összeért az ő játékuk, és tényleg azt hiszem talán egy vereségük van az elmúlt 12-15 mérkőzésből talán most itt tényleg év végére beérteköző játékok és igazán összeszoktak. Mi ilyenkor egy ilyen összeszokásnak a kulcsa a, a kulcsmomentumai. Ha azt is vesszük, hogy és azt is nézzük meg, hogy mennyi ideig tarthat ki egy jó páros ez múlik? Ö, szerintem nagyon sok múlik azon, hogy mennyi időt töltenek együtt, ugye korábban nem töltöttek annyi időt együtt, sem a pályán, sem a pályán kívül, szerintem neki kifejezetten fontos, hogy barátilag is nagyon jók legyen, jó, jóban legyenek, Ö, és tényleg most az elmúlt talán 6 hét volt az, hogy öt tornát is játszottak, és annyi időt töltöttek a pályán, és látszólag is a képeken olyan-olyan boldogan és jókedvűen jó vannak együtt, hogy, ö, hogy, hogy, látszik, hogy, hogy, hogy egymásra éreztek. Technikai szempontból miért passzolnak jól össze? Lavacskó van nagyon rutinos, ő már 30 felett lévő játékos, nincs olyan ütőereje, mint Timinek, nem annyira stabil a hálónál, de az alapvonalról szerintem nagyon jó szögeket tud ütni, de mégis azt gondolom, hogy ebben a párosban Timi az, aki a, a partnerét a hátán viszi, és a nagy pontokat, mint láthattuk az a elődöntő bejutásért is a VB döntőn csinálta meg, Noednél a döntőpontot, a meccslabdát, szóval Timi nagyon sokat vállal az utóbbi hetekben. Az utóbbi hetek alapján mit gondolsz, megnyerhetik a VTA világbajnokságot, nem túlzó elvárás az tőlük? Hát egyetlen egyszer verték meg hingiszéket, szóval egyértelműen hingiszék duója az esélyesebb. Nincs mit veszteniük, és pont tegnap néztem, hogy hingisbe is jelentette visszavonulását egyébként a, a világbajnokság után. Szerintem mindenképp a nagyobb nyomás az első kiemelt páron van. Nagyon kíváncsi vagyok, holnap korán reggel lehet nézni egyébként ezt a mérkőzést, én biztos fel fogok kelni emiatt. Hosszú távon működhet -e ez a kettős? Itt milyen rizikók vannak egyáltalán abban, hogy ezt meg lehessen jósolni? Hát igazából most jön majd az alapozó időszak, a következő hetekben fogunk is találkozni Timivel, kíváncsi vagyok, hogy miben fognak maradni, fognak-e együtt készülni. December az mindig egy 3-4 egy hét neki, amikor komoly fizikai munkát végez. Én, én hasznosnak tartanám, hogyha tudnának együtt készülgetni és különböző elemeket gyakorolni. Lavacskóban, szintén ugye itt lakik nem túl messze Magyarország Csehországban, simán összehozható a közös munka. Um, ugye, Babos, téma, a pályafutás a 15. trófejánál jár, jár jelen pillanatban. Az esetében merné e abban ö, jósolni, hogy ö, hogy tartósan és az egész karrier során a párosban juthat-e mindig magasabbra, mint egyesben, mert hát egyesben is lépeget, mint erre tettél utalást. Ezt azért nagyon nehéz megmondani, mert tavaly pont az alapozást azt a nagy részt együtt csináltuk, és szerintem extrém jól sikerült, és mégis januártól májusig, júniusig nem csinált olyan eredményeket, mint amiket ö, szeretett volna ő is, és mégiscsak a második fél évben jött ki neki jobban a lépés, 25. környékén volt az év elején, ilyen 60-65-re visszacsúszott, most megint 50 körül van egyéniben, viszont párosban 15. helyen van talán, szóval egyértelműen a válasz az, hogy párosban, amiatt mert régen 10 környékén van folyamatosan, nyolcadik is volt, ott lesz ő előrébb, de pont azért, mert egy jó alapozás után nem sikerült mégse egy olyan jó év évkezdetet csinálni, emiatt messze tőlem, hogy én megmondjam, hogy ő körülbelül hol lesz jövő tavasszal, de bízom benne, hogy előrébb, mint a mostani rangsor. Közben a férfiaknál már Márton újra bekúszott a százba, sőt már tart lépeget a 90 felé. Korábban ugye a 99. hely volt a karrier csúcsa. Azt megjósolhatjuk, hogy ez nem végleges lesz ő még beljebb is, igaz? Biztosan, főleg így, hogy Bázelben Ugye ma csilicsel fog játszani, én úgy tudom, hogy talán már 8-assal kezdődik az ő világranglista helyezése, szóval ilyen 80-85 körülre felküzdi magát. Extrém feelinget kapott el az elmúlt hetekben, én körülbelül onnan mondanám ezt a feltörést, hogy Wimbledon előversenyét megnyerte, egy nagyon nagy Challenger tornát, ugye a Grand Slam tornán főtáblára tudott így ezáltal jutni. Davis kupán itt Budapesten az oroszokat legyőztük, úgyhogy ő meccset sem vesztett, és ugye most Bázelben selejtezőből felkerülve már úgy nyert két meccset, hogy gémet alig bukott, és szóval ezek alapján én azt gondolom, hogy, hogy igazán ott van most, ami neki élete top teljesítménye. Mi változott nála egyébként a <laughs> játékában is, ehhez köthetően a feelingről beszél, a tél a személyiségében 25 éves korára? Hát, talán beérett, de ezt én azt gondolom, hogy ez már azért ilyen 22-23 éves korában is látszott, hogy sokkal komolyabban veszi a munkát. Ö, ami nagyon jó hatással volt rá szerintem, sáv volt Attila, lett az edzője egy éve körülbelül, Ö, ez, ez szerintem óriási javulást adott a játékának meg megemlíteném ide Balázs Attilát is, aki egy éve visszajött a profik közé, és egy éven belül 160 lett a világranglistán, és ez pont egy ilyen 8-10 hónappal ezelőtt. Szerintem egy nagyon jó lökést adott Marcinak is, hogy egy ilyen egészséges rivalizálás kezdődött, mert akkor Marci is ilyen 150-140 körül volt, Ati 160, szóval nagyon jót tett a magyar tenisznek és neki is, hogy közeledtek egymáshoz, és azóta óriási meccseket és tornagyőzelmeket nyer Marci, is, és nézzük most már lassan a 80-ban van, szóval ez a két dolog szerintem jót tett neki volt Attila és Balázs Attila feljövetele is. És azt mondanám végül vele kapcsolatban, hogy szerinted hol a lélektani határ egy hozzáhasonló képességű, tudású, státusú, helyzetű teniszező esetében, ö, ameddig el lehet, sőt ö, el kell érni, amit át kell szakítani, hogyha így előre gondolunk a világrangok Hát én, én már ezt a 80. hely környékét annak érzem, mert a lélektányi határt körülbelül száznál szokták meghúzni, ott már főtáblán vannak rendszerű a játékosok, és az már egy akkora löket, mint pénzben, mint pontban, hogy folyamatosan főtáblán van a játékos, hogy én azt mondanám, ott egy újabb határ talán ott a 40-50 körül kezdődik, hogy a ezres ATP versenyeken is az ember főtáblás lehessen, az egy újabb határ, most ő a kettő között van. Hát akkor reméljük begyalogol majd oda is. Ugorjunk végül a csúcsra, ahol a férfiaknál ugye ismét Nadal Federer rivalizálás van. Hát két elnyűhetetlen 185 cm magas Isten, mondhatni az, hogy két zseni, vagy csak egy szerinted? Mondhatni, hogy kettő. Elképesztő év volt ez a 2017-es nekik, szerintem ez senki nem jósolta volna meg, de hát közrejátszott, hogy Djokovic, Vavrinka, Murray is Július környékén Wimbledon után visszalépett az egész évtől, műtétek sorai voltak ezeknek a játékosoknak, szóval szerintem emiatt is lehet most azt látni a világrangistán, hogy Nadal az első, Federer a második, ez fél éve még azért nem így volt, hátrébb voltak, de viszont az meg egyértelműen őket igazolja, hogy idén a négy Grand Slam tornából szépen megosztozva kettő-kettőt, Federer kettőt, Nadal kettőt nyert, szóval ez mindenképp őket igazolja, de szerintem kellett hozzá az, hogy ez a három, vagy inkább mondjuk kettő, Murray és Djokovic a második fél évet úgymond lemondja. Tehát, hogy a sérülések, igen, csak hát persze ezt hogy itt van a, a, két rutinos, de ők meg nem voltak sérültek. Igen, legalábbis korábban, most ebben korábban, igen. igen de visszatudtak tudtak jönni, tehát most Igen. itt vannak. És ezért a kérdés, hogy ha amit most látunk, az meddig? Szóval meddig látjuk? Ugye az idő a 31 éves és spanyolnak dolgozik, mondjuk a 36 éves és svájcival szemben biztosan, de köthetjük-e őket egymáshoz szerint, tehát hogy a következő éveket nézzük, mint egy korszak szimbolikus párját? egyértelműen, ugye ők már 15 éve együtt játszák a legnagyobb versenyek döntőit, már majdnem 20, inkább 17 éve, ez az extrém idő. Hát nem tudom azt mondani, hogy 2018-ra ugyanezt fogjuk látni, mert szerintem így, hogy egy fél éves kihagyás után ezek a nagy nevek újult erővel visszajönnek. Szerintem nagyon nehéz dolguk lesz, bár Federer 6-8 versenyt játszik egy évben, ami igazán nem sok, szóval ő tényleg annyira jól tartalékol az energiájával, hogy csak a legnagyobb versenyekre áll oda, amikor maximum van a teljesítő teljesítőképessége. Nagyon érdekes jövő év lesz, mert ők ugye első-második helyről indítják az évet, viszont új erővel jönnek, mörjék. Szóval izgalmas lesz, de ezt nem, nem fogják tudni azért megcsinálni, hogy négyből négy Grand Slam-tornát ők nyernek 30 fölött. Uh -huh. Na most mondjuk te mire fogadnál a top 10 lett, illetően egy év múlva ilyenkor? Hát én nagyon azt érzem, hogy Djokovic, Murray ott lesz, így hogy ennyit pihentek, Zverev óriási eredményeket csinál, szintén ilyen fiatalon, szerintem Federer is fog tudni egy Grand nyerni, Nadal is, a Salakon ugye már 10 Roland Garros győzelem után van, szóval én egy Wimbledon Federer, egy Roland Garros azért simán érzek, szóval ott lesznek ők szerintem az első négy-öt között, de a pihent játékosok azok azt gondolom, hogy ott az első háromba pickpock-ot lesznek. Tehát pikpakban azért a, 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 rutinosokat kicsit hátrább szorítják. Szóval Annyira tján... nem estek vissza, hogy ilyen 10-12 körül vannak a világranglistán, szóval két-három jó eredményes ott lesznek a top 5 ha valóban el tudják kezdeni a szezon majd az Ausztrál Open előtti felkészülő versenyeken. Tehát ez egy nagyon különleges és érdekes év volt a két nagy öreg miatt a következő, meg még izgalmasabb lehet azzal, hogy a nem, ne, nem követelők hanem a trón újabb várományosai, illetve korábbi birtokosai is visszatérnek, tehát több szereplőség válik. Igen, a pontosan, a még kicsit összetettebb lesz a jövő év, nem csak róluk fog szólni, így van. Gyuri, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.